Csapó és tessék, így indult az Anna és Berci zöld világának forgatása a belvárosban. A Győr Plusz Televízió környezetvédelmi magazinja csütörtökön este ismét képernyőre kerül. A mostani adásban a madarakról beszélünk, illetve egészen pontosan arról, hogy hogyan érdemes várnunk a tavasszal érkező barátokat. Mi az, amit meg lehet és meg kellene tennünk még most, még nincsenek itt, annak érdekében, hogy amikor megérkeznek, akkor már minden biztonságosan üzemeljen számukra. Ismét változatos helyszíneken járja körbe a páros a témát. Egyik kiemelt színtér lesz a műsorban a győri belváros. Itt számos fecskefészek található ugyanis a különböző épületeken. Ezzel a madárfajjal az utóbbi időszakban egyébként is sokat találkozhatunk a különböző média felületeken. A fecske talán az a madárfaj, amivel nagyon-nagyon sokat foglalkozott a média is, pedig sokkal több urbanizálódott madarunk van, és róluk is érdemes lenne beszélni, de a fecskék egyedszámának drasztikus csökkenése az nagyon-nagyon ijesztő. Nem csak azért, mert szeretjük ezt a fajt, hanem különböző egészségi és környezeti károkkal jár az ő hiányuk, mármint most az emberek egészségére gondolok, hiszen olyan kártevőket pusztítanak el, amik ránk kimondottan veszélyesek, ha pedig nincsenek, akkor ezek a kártevők itt maradnak a környezetünkben. Ez pedig itt már a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kisalföldi csoportjának Győr-Szent Iváni ódutelepe. Ezeket a fa szerkezeteket azért helyezik ki a szakemberek, hogy így segítsék a madarakat. Apróságokkal bárki könnyebbé teheti a szárnyasok mindennapjait. Általános dolgokkal nagyon sokat tudunk nekik segíteni, például egy aszályos tavaszban vagy nyárban, amilyen mondjuk az előző tavaszunk volt, amikor hónapokig nem esett az eső, ha itatókat rakunk ki, és ezeket folyamatosan újra töltjük vízzel, az már egy óriási segítség a madaraknak. Március 4-én este 8:30-kor ismét Anna és Berci zöld világa a Győr Plusz Televízióban. Változatos helyszínek, humoros párbeszédek és érdekes témák várják a kedves nézőket.